Krisztusban, kedves testvérek! Hát készülődtünk az elmúlt hetekben, és végig gondoltuk Zakeusnak a vágyakozását, a vámos farizeus történetben az alázatosságot, a tékozló fiúnak a megtérését és az atya szeretetét. Hát gondoltuk az ítéletet az elmúlt vasárnapon, és a mai vasárnap pedig itt állunk a böjtnek a küszöbén. És Jézus a böjtölésről beszél, Szent Pál meg arról beszél, hogy itt az idő, és hogy ne ítélkezzetek egymás fölött. Nem másokért böjtölsz, nem másokért változtatod meg az életedet, hanem magadért és az Istenért, azért, hogy az üdvösség elérjen hozzád. Amikor itt állunk a böjtnek az elején, akkor persze az embernek, mint ahogy minden évben szokott ez lenni, mindig vannak elhatározásai, hogy most egy kicsit meg fogja változtatni az életét. És hát majdnem minden böjt végén úgy állunk, hogy hát nem sikerült. Úgy gondolom, hogy meg kell változtatnunk magunkban a sikernek a fogalmát is. Nem az az Isten előtt, nem az a siker, ami a világ előtt siker. Így egymásról látjuk azt, hogy kinek milyen pályája van, és még azt is meg tudjuk mondani egymásról, hogy na, ez egy sikeres ember, ez meg egy kudarcos vagy sikertelen ember, de az Isten nem így mér. Lehet, hogy valaki sehová sem jut el kívül látható életében ebben a nagybőti időszakban, de a saját küzdelmeit csak ő ismeri, meg az Isten, és a küzdelmei miatt, meg a próbálkozásai miatt lehet, hogy ez az ember, aki kívülről sikertelennek tűnik, azért mégis az Istennek a legkedvesebb gyermeke lesz. Úgy gondolom, hogy a böjtölésről egy kicsit mindenkinek más a képe. A világ történelmében is így volt ez, és a mi mai életünkben is így van ez. Alapeszméket és alapértékeket mond nekünk az evangélium, meg Szent Pál apostol is, de egy kicsit mindenkinek más az élete, és a másféle életben másféle böjtölés van. Elég sokat gondolkodtunk életünk során eddig a böjtről, és mindenféle kérdéseket támasztunk magunk felé, meg mások felé is. Úgy gondolom, hogy a böjtöléssel kapcsolatban az egyik dolog, amit mindenképpen el kell veszítenünk, az, hogy ez a böjtölés, ez kötelesség. Én kötelességből, azért, mert Krisztus ezt mondja, mert az egyház ezt tanítja, én kötelességből próbálom az életemet megváltoztatni, jobb, ha nem teszem. Az Isten a szívemet akarja. Annyi mindent tudunk megmutatni viselkedésünkben másoknak, hogy tulajdonképpen egy áruhát hordunk. Amit kívül látnak rajtam, amit hallanak tőlem, az sokszor egészen messzire esik attól, amilyen én valójában belül vagyok, és amit én hordozok a szívemben. Ha valamit jelent a böjt számunkra, akkor leginkább ezt jelenti, hogy veszítjük el ezeket az állarcokat. Ez nem azt jelenti, hogy éljünk bohém módon, és mindig öntsük ki a világ elé, meg másik emberre öntsük rá azt, amit belül éppen érzünk. Nem erről van szó. Azokat a hamis szerepeket, amelyekkel becsapjuk magunkat, másokat, és még az Istent is megpróbáljuk becsapni, ezeket a hamis szerepeket kell elveszíteni. Hogy merjem fölvállalni azt, hogy én egy gyönge ember vagyok. Hogy én próbálkozom, és jobban szeretném tenni, de mennyi sokszor nem megy. Évekig gyónjuk ugyanazokat a hibáinkat, mert nem tudunk kilépni ezekből a ránk kövesedett állarcokból. Az Isten a szívemet akarja, és azt akarja, hogy ebben a megváltozott szívű állapotban elsegíthessen engem egy más világra. Nem a másik világra, ami a halál túlsó oldalán van, hanem hogy más legyen számomra a világ. Jól tudom, én is értem már eleget ahhoz ebben a világban, hogy a világ nem sokat változik körülöttünk. A világnak a folyamatai, az embereknek a mentalitása, az idegesség, a nyugtalanság, a békétlenség, a gyilkosságok, a háború, a balesetek, minden, az egész világ rám zúdítja életének ugyanazt a terheit, amit rám zúdított eddig is, az előző évenben, az előző évtizedemben. Mindig visszasírom a régi időket, hogy hát akkor mennyivel nyugodtabb volt. Ha megkérdeztük volna akkor az öregeket, akiknek az életét így irigyeljük, akkor az ő életük is a legtöbbször tele volt nyugtalansággal, békétlenséggel és panasszal.
Lehet, hogy a világnak nem voltak ekkora folyamatai, nem voltak ilyen terhei, nem voltak ilyen buszbalesetek, meg nem ezeken beszélt. Zsörtölődött a feleségével vagy az urával, de akkor is békétlen volt. Szóval Isten azt akarja, hogy nekem egy más világom legyen, akkor ezt nekem be kell látni, hogy a világ nem változik körülöttem, és ha én jobban akarok élni ebben a világban, akkor nem a világot kell megváltoztatni, ezt úgyse tudjuk, hanem nekünk kell változni. Hogy én másképpen viseljem azokat a terheket, amelyekbe az elmúlt időszakban is már majdnem beleroppantam, én másként fogok hozzáállni az életemnek a terhelyéhez. Ha a világ nem változik körülöttem, akkor nekem kell változtatnom, hogy jobban éljek. A beütődésre az ember azt gondolja, hogy az Isten micsoda terheket akar rám rakni, csak a terhek alatt én még nyomorultabb ember leszek. Az Isten nem ezt akar, az Isten téged meg engem örömre teremtett. És amikor én a saját életemen változtatok azért, hogy jobban éljek ebben a világban, akkor azt teszem, amit Isten nekem szánt. Megváltoztatom magamban az életérzéseket azért, a dolgokhoz való hozzáállásomat változtatom azért, hogy nekem több öröm legyen ebben a földi életben. Az ember azt mondja, hogy ó, hát kérem, hát az elmúlt évben is ezt próbáltam. Ha hozzáállásomat változtatom, hol vagyok? Hát ugyanott vagyok. Nem lettem jobb, nem lett körülöttem jobb a világ, és nem érzek több örömet, mint amit éreztem egy évvel ezelőtt. Krisztusnak úgy gondolom, ha valamiben nem volt érdekelt Krisztus, akkor abban nem volt érdekelt, hogy félrevezessen bennünket. Krisztus azt mondta, hogy aki kér, az kap. Hát ha békességet kérsz, akkor békességet kapsz. Ha türelmet kérsz, akkor türelmet kapsz. Ha kitartást kérsz, kitartást kapsz. Kinek milyen szüksége van, kinek milyen hiányai vannak a saját életében. Ha nekem ezek a hiányok még mindig kínozzák az életemet, az csak egyet jelent, nem kérem elég gyakran, vagy nem kérem igazán. Mert én okosabb vagyok, a világnak a műveltje vagyok, éltem eleget, egy csomó tapasztalatom van, nekem nem mondja senki, hogy Krisztus meg tudja oldani az életemnek a bajait. A hitetlenség teszi tönkre az életünket. Szeretném mind nagyon jó hinni, meg nagyon okosan hinni, de a hitetlenség teszi tönkre. És csináljuk, és még többet teszünk, próbálkozunk, ezerrel csináljuk. És az ember hirtelen megállítja önmagát, néha megállítja az Isten. És ad neki egy-két olyan pofont, amiből talán azt reméli az Isten, hogy na majd ebből érteni fog. És nem értünk. Én azt gondolom, hogy ha ki eleget kér, annak visszatér az életével. Az igazi életérzések visszatérnek, és több öröme lesz ezen a világon. Furcsa ez, mert a böjtölésről, az embernek a küszködésű eszébe, és a küszködésről biztos nem az öröm jut eszünkbe. Én mégis azt gondolom, hogy azok a küzdelmek, amit az ember nagybőjben végez, azok visszahozzák az életének az örömeit. Mert minden próbálkozását az Isten úgy áld meg, ahogy ő a saját életét nem tudná megáldani, egy másik ember se tudja megállni az életemet, az Istennek az áldása, ez minőségileg jobbá teszi az életemet, és én ebben nekem, ebben a minőségileg megváltozott életben bizonyára több örömöm lesz. Elmondtam talán valamelyik évben, hogy Krisztus csak két dolog miatt jön, illetve egy dolog, de ennek két vetülete van. Krisztus azért jön, hogy a kapcsolatainkat rendbe tegye. Elsősorban az Istennel, az életét adja azért, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy az Isten nem egy szigorú ítélő bíró, hanem egy irgalmas atya. Ezért az életét adja, hogy az atyával való kapcsolatom nekem egy új alapokra kerüljön, és abban a három nyilvános évben, amíg ő tanít a világon, csak a szeretetről beszél, a szeretetről kapcsolatokat jelent. Ha nekem az egész nagy böjtömben a kapcsolataim nem változnak meg, akkor hiába valóság az egész böjtölésem. Eltéveztem a célt, és mivel a célt nem látom, így az odavezető utat sem látom. Ha én nagypénteken a kereszt alatt ülve az Isten szeretetét érzem, és erre gondolok a nagybőjt elején is, meg közben is, akkor tudom, mi a cél, és tudom az utat is. Ha a kapcsolataimon tudok változtatni ebben a nagybőjtben, akkor a legjobb úton járok, és megérkezem Krisztus titkához. Nagypénteken is, meg a feltámadás örömében is. Aki egy küzdelmes életet él, az azt mondja, hogy ó, hát kérem, hát annyit küzdöttem egész életemben, annyit dolgoztam. Túlpörgettem magamat is azért, hogy hát egy ideig azt mondom, hogy a másokért, a rám bízott a körömért, a gyermekekért, a diákjaimért, akármiért.
De egy idő után az ember rájön, hogy igazából ezt csak magáért csinálja. A nagy áldozatosság közben is az ember arra azon dolgozik, hogy neki egy kicsit kényelmesebb vagy jobb legyen a világ. És egy egész életében másokért áldozta magát, akkor meg kimarad az életéből az életérzésnek az igazi íze, az öröm, és akkor az ember megkeseredetté válik. Ha valamit nem akar az Isten, akkor azt nem akarja, hogy a küszködés közben én megkeseredjek. Azt mondom, hogy én annyit dolgoztam, kérem, hát jár egy kis lazítás. Hát mit akar még az Isten? Hát annyi mindent tettem életem, annyi mindent föláldoztam, annyi mindent odaadtam, annyi mindenkit elveszítettem. Hát mennyi terhe van az életemben, mit akar még az Isten? Az Isten azt akarja, hogy jobb életed legyen. Nem terheket, ahogy a törvényeket nem teherként adja, hogy ezt a bőtélési időszakot sem teherként adja. Aki könnyűnek érzi a bőtelést, az nem bőtel igazán. Ha egy vegetáriánus azt mondja, hogy nagy bőtben nem eszem húst, hát amúgy se. Tehát akinek nem nehéz, az valószínűleg nem bőtel igazán. Ez a magammal folytatott harca nehéz. Nem a világ rossz, nem a világ nehéz. A magammal folytatott harcok a legnehezebb harcaim. És úgy gondolom, hogy az ember, amikor belülről harcol, akkor ez egy nehéz harc. Fájdalmaim, kedvetlenségeim, a próbálkozásnak a kudarcai kísérik az egész bőtélemeset, ez egy küszködés. Kérem, ezekben a napokban és hetekben, amik előttünk állnak, Krisztus a nehéz keresztet cipeli a hátán, ami fáj, mert nehéz, és tör, és éles, és kínlódik azért, hogy eljusson a Golgotának a hegyére, és küszködik magában is a keresztnek a súlyával, azért, hogy megváltást szerezzen másoknak, nekünk. Aki nem érzi a küzdelemnek ezt a terhét, amit Krisztus is érzett, az valószínűleg nem Krisztussal egy úton jár, pedig az a cél, hogy én Krisztussal együtt haladjak, és ha Krisztusnak fájni kellett, akkor fájjon nekem is, de tudom a célt, és tudom, hogy Isten olyan dolgokat készít nekem a húsvétban, meg ezáltal a halál túlsó oldalán is, amiért mindent megéri beáldozni vagy feláldozni. Ha Krisztusnak ez ilyen nehéz volt, akkor nem gondolhatom azt, hogy én a modern 21. századi ember annyi komfort a körülve, ez nekem könnyű lesz. Akinek könnyű, az nem bőtel igazán. Nem jár az úton, és nem látja a célt. És még mindig azt gondolom, hogy lehet úgy küzdeni, hogy az ember közben nem keseredik meg, és nem veszíti el az örömeit. Ha nekem ha a éhezés miatt ideges leszel, akkor inkább egyél. Az ideges ember megbánt másokat. Tudjuk, ugye éhes férfivel alapból nem vitatkozunk, de egy éhes nővel se. Tehát ha neked az éhség idegességet és háborgást jelent, akkor inkább egyél. Csak figyelj oda a kapcsolataidra, és legyél szelídebb, és legyél kedvesebb. Van egy alapérzésünk az evéssel kapcsolatban, ugye? Hogy miért ezt ajánlja az Isten? Miért ezt ajánlja? Mondhatná az Isten azt, hogy hát nagybőt van, kérem, hát lélegezzél ritkábban. Az is olyan nehéz. Mégis az evés mondja, azért, mert Ádám evéssel rontotta el. Evett egy fáról, amiből nagyon nem kellett volna, hogy egyen, és egy kozmikus méretű katasztrófát vont a világra. A világra is, rám is. Beleszületek Ádámnak ebbe a rossz döntésébe, az áteredő bűnbe, meg van sérülve a természetem, és a megsérült természetű ember kívánja a bűnt. A világ azt mondja, hogy a tiltott gyümölcs mindig édesebb, ugye? És tudjuk. És ott dolgozik bennünk, megtalálja a gonosz lélek életünknek ezt a sérülését, és nagy csapdákat állít, amiben belesétálunk. Nagy csapdákat is, és az ember alig tudja kikerülni ezeket a csapdákat. Sok okból lehet bőtölni, de igazából az alapokon az, hogy mivel Ádám evéssel rontotta el, ahogy Krisztus nem evéssel, a bőtben, a pusztában, 40 napi bőtöléssel próbálta megfordítani a világot, úgy én is a magam nem evéseivel megpróbálom megváltoztatni legalább az életemet. A világot nem kell, azt már Krisztus megváltoztatta. Ádám evéssel rontotta el, Krisztus nem evéssel kezdi a megváltás művét. Valahol a nagybőt során bele kell helyezkednem Krisztusnak a tapasztalatába. Krisztus a gonosz lélekkel, a csapdák közepén azt mondta a gonosz léleknek,
amikor azt mondta neki a kolosszaiak, hogy változtass a követ kenyérre és egyébben, ha nem eszel, meghalsz, akkor Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyérből él az ember. Te és én ma nem azért élünk, mert van mit enni. Azért élünk, mert az Isten megtart bennünket. És az Isten elég nagy ahhoz megtartsa az életünket halálon innen és halálon túl. Amit senki se tudna megtenni a világon, azt az Isten meg tudja tenni halálon innen és halálon túl. Nem csak azért élünk, mert van mit enni. Krisztus tapasztalata az, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégse halok meg. Ezt az embernek egyszer meg kell éreznie a élete során. Éhes vagyok, nem eszem, és mégse halok meg. Nem lehet ezt a végtelenségig fokozni, mert az éhségbe bele lehet halni. De azok a naponkénti éhezések, amit az ember nagy böntőn csinál, ebben nem fog belehalni. Éhes vagyok, nem eszem, és mégsem halok meg. Tehát engem az Isten tart életben. A nagybőjt arra szolgál, hogy érezzem életem minden zsigerében, hogy én azért élek, mert az Isten anyám méhében megálmodott egy új életet, egy egyéniséget, ezt tartja bennem életben, ezen a világon, és amit Isten ott megalkotott, azt egy örökké valóságra alkotta meg. Vannak ebben nehéz évek, nehéz szakaszok, van benne halál is, de az Isten megálmodott egy új életet, és ezt tartja bennem, és ezt teszi örökké való életté. Az örök életed nem akkor kezdődik, amikor meghaltál. Az örök élet akkor kezdődött, amikor először dobbant a szíved anyád méhében. Ennek az örökké tartó életnek éljük most az egyik szakaszát, és nagyon nem mindegy, hogy hogy éljük ezt az első szakaszt. Bele kell helyezkednünk Krisztus tapasztalatába, azért élek, mert engem az Isten életben tart. Krisztus azért támad föl a sírból, mert az Istennek a gondviselő, életet oltalmazó tenyeréről, az Atyának, az irgalmas szeretetének a tenyeréből nem lehet leesni. És ha Krisztus visszahozta az Atya újra az életbe, el se veszítette az életét, csak egy pillanatra átlépett a halál túlsó oldalára, hogy ott is örömhírt vigyen a meghaltaknak, talán még a kározat félén állóknak is. Ha Krisztust visszahozta az Atya ebbe az életbe, mert az élet elveszíthetetlen, akkor nekem a tapasztalat mellett, hogy éhes vagyok, nem eszem, és mégse halok meg, ezt a tapasztalatot is éreznem kell. Az életem nem elveszíthető. És az, hogy hogyan élek, az előkészíti a második szakaszát az én örök életemnek, és különben is nekem azért ez a földi élet arra adatik, hogy jól éljek azért, hogy a halál túlsó oldalán is jól élhessek. És ez nem egy ilyen fájdalmas. Krisztus azt mondja, kend meg a fejedet olajjal, legyél kisimult, mindegy milyen volt az előző éjszaka, legyél kisimult, legyél optimista, senki se lássa, az Isten lássa, hogy belül küzdesz magaddal. Kend meg a fejedet olajjal, és vágjál jó arcot. Belül nagy harcok vannak, ki az benne közülünk, aki belül nem harcol, magával, az életnek a terheivel, ha tele vagyunk kudarcokkal, sokszor van lázadásunk belül, és hát nem látjuk itt egymáson ezeket a fájdalmas arcokat, mert tudjuk, hogy az Isten azt kéri, hogy kedd meg a fejedet olajjal, és csak belül küzdjél. Ha te kívül nagy, meghervadt arcot vágol, mint amit Krisztus mond a farizeusokról, azt mondja, Jézus, megkapták a jutalmukat. Mi a jutalom? Az emberek megtapsolták, azt mondja, de ügyes. Ennyi. Csak ahogy a tapsok elhallgatnak a színházban, úgy elhallgat az életek fölött is. Megtapsolták, tovább mentek. Ez az ő jutalmuk. A mi jutalmunk az, amit az Isten lát a lelkünkben, látja a küzdelmeinket, a próbálkozásainkat, és Isten megáldja, és úgy áldja meg, hogy ez egy örökké valóságra. Ezzel az Istennek a tapsai nem hallgatnak el. Isten akkor is meg fog ölelgetni, amikor engem már senki se ölel meg. Az Isten akkor is teletölti életemet örömmel és boldogsággal, amikor nekem már ebből senki semmit nem ad, vagy nem adhat. Hát ezért belül dolgozik az ember. Éhezéssel, sokféle magatartás változással belül dolgozik az ember azért, hogy jobb legyen az életem, és egy jó ember által jobb lesz a világ is. Sokat szidjuk ezt a világot, hogy milyen rossz világ van. A világ azért rossz, mert én rosszul csinálom. Erőszakosok mindig lesznek, gyilkosok is mindig lesznek. Rám ebből a világból csak néhány ember esik, meg néhány négyzetméter.
és azt a néhány emberi közösséget, néhány emberből álló közösséget, ezt a néhány nézetmétert még sokkal jobbá tudom tenni. Az én jóságban elért áldásaimon keresztül jobb és áldottabb lesz a világ körülöttem. Nem lehet mindig másokra mutogatni. Nem lehet mindig másokra mutogatni, ezt nekem magamban hordozni, küzdeni kell. Ez nem egy a Ádámnak az élete, meg az Ószövetség, meg az Új Szövetségben Krisztusnak az élete, ez nem egy történelem, amit meg kell tanulni, hogy az ember tudja, és fel tudja mondani a leckét. A leckét mindjárt fel tudjuk mondani. Kicsi gyerekkorunktól kezdve megtanították minket a törvényeket, tudjuk a leckét. Ez nem erről szól. Ez nem a történelem. Ez az én életem. Az egyedi, egyszeri és megismételhetetlen életem. És nagyon nem mindegy. Ez vannak folyamatok, és vannak dolgok ebben a világban, amit nem lehet újrakezdeni. Ugye, ha most megadná neked az Isten, hogy újra 10 éves legyél, amikor már úgy kezdték tudni gondolkodni. Most hogyan építenéd fel az életedet, ha visszamehetnél 10 éves korodban? Milyen dolgok vannak az életedben, amit soha nem tennél? Pedig hát megtörténtek. Milyen dolgok vannak, amit nagyon meg kell megtennél, mert eddig sosem tetted meg. Vannak dolgok, amit nem lehet újrakezdeni. Az életet nem lehet újrakezdeni kell. Itt és most, ez a nap még felvirat ránk. Szentpál azt mondja, hogy eljött az idő. Mire várunk? A holnapra várunk? És ha nem lesz holnap? Itt és most nekem minőségileg jobbá kell tenni az életemet, a magam körül élő emberek életét, a saját áldozataimmal jobbá kell tenni, azért, hogy az Isten lássa, hogy nem hiába álmodta meg az anyám méhében az én életemet. És ezt nem csak Isten örömére tesszük, hanem a saját örömünkre is. Aminek Isten örül, annak te is tudsz örülni. Amin az Isten kesereg, azon keseregsz te is. Szóval ez nem egy történelem, hanem az én valódi életem. Úgy gondolom, hogy a világ nem teremt körülöttünk egy bőti klímát. A szórakozó helyek és a kocsmák ugyanúgy nyitva lesznek, a színházakban ugyanúgy folyik az előadás és zúgnak a tapsok, minden ugyanúgy fog történni a következő hetekben, mint ahogy történt eddig. A te szívedben fog más valami történni. Ha nincsen társadalmi klíma körülöttünk, ami legalább figyelmeztetne bennünket arra, hogy bődi időszak van, akkor nekem még mindig van lehetőségem, hogy a szívemben másképp menjenek a dolgok. Amikor Oroszország keresztény lett, 1000 évvel Krisztus után, akkor ugye nagyon nagy volt a lelkesedés, és az egész társadalmi klímát rálakították a bőjtre. Bezárták a kocsmákat, bezárták a színházakat, másképpen harangoztak. Hogy a bezárt ajtókon, meg a harangnak a másféle zúgáson keresztül mindenkit figyelmeztessenek, hogy bőjt van. Legyél visszafogottabb, legyél csöndesebb, legyél békességesebb, mert bőjt van. Ezt a világban már nem adja nekünk, Magyarországon se adja, de a te szívedben lehet. A lakásodban egy kicsit nagyobb csend, a beszélgetéseidben egy kicsit több halkszavúság, és a lelkedben egy kicsit több békesség. Ha kéred Krisztust, mindezeket a dolgokat meg tudod tenni magad körül. És a több békességből jobb kapcsolatok vannak, a több csendben hallhatóbban szólal meg az Isten, és én úgy gondolom, hogy ezekben a csöndekben és békességekben, olyan módon lép be az Isten az életünkbe, hogy azt fogjuk sajnálni, hogy eddig miért nem tettük így. Mert az Isten jön, és beköltözik, és békességet teremt. Azt kívánom mindenkinek, hogy ne a nagy elhatározások szerint próbálja átrendezni az életét, hanem Krisztus szerint próbálja. Kívül kenje meg a fejét olajjal, legyen jó, legyen kedves, mint ahogy a megkent fejű ember szelítséget sugároz, és úgy gondolom, hogy ebben a kedvességben és békességben sokkal jobb lesz a bőjtünk, és ebben a szelítségben és békességben meg tud érkezni az életünk húsvétnek a titkához. És a húsvét titka, amit újraélhetünk ebben az évben megint talán, a húsvétnek a titka mindenképpen felszabadultá, mindenképpen boldoggá teszi az életünket ezen a világon, és a húsvét titkához egyszer, ha véglegesen megérkezünk, akkor lehet egy sokkal boldogabb életünk a halál túlsó oldalán, az Atya országában. Amen.